Nem fogom megszavazni, testület úgy dönt, hogy akar, de egy biztos, ha ezt a testület ma ezt az anyagot megszavazza, holnap ki fogják kérni a jegyzőkönyvet, és már holnap már igencsak jogásznál lesz a... Úgyhogy nem kell itt várni sok ideig a fizetni valamiért. Köszönöm. Köszönöm szépen. További hozzászólás észrevételi. Nem tudok reagálni, mert nem tudok mást mondani, csak amit eddig is. Úgy gondolom, hogy a képviselőtársam utána járása meglehetősen felületes volt ilyen tekintetben, meg nem praxisjogásszal kell feltétlen konzultálni, hanem ANTS szakjogásszal, aki a működési engedélyt is ugye. Örülök neki. Jó. Jó, tehát én nem akarok ebbe vitába bocsátkozni, mert partalan lenne a vita ilyen tekintetben. Arra viszont nem kaptunk a képviselőtársunktól se indítványt, javaslatot, véleményt, hogy akkor ő hogyan képzeli el november 1-től a gyermekek ellátását. Ezt azért még szeretném, hogyha ismertetné a képviselőtársakkal, hát ha emellett tesszük le a voksunkat. Hát köszönöm, polgármester úr, ilyen megtiszteltetésen nem is ért a 4 év alatt, hogy így rám figyel a testület. Hát én megmondom őszintén, nem az én feladatom, hát én csak egy szavazat vagyok egy anyagba, de viszont azt biztosan tudom, hogy hát persze, hogy utána jártam. Hát most azért gondolkozott, mit van, Sós doktor eladta a praxisát. Hát ha most a doktornak megmarad a praxis, hogy november 1-től április végéig, értelemszerűen ő, hát ki az a bolond orvos, aki nem akarja eladni a praxis, már bocsássatok már meg. Hát neki ez milliók, hát közben ő megvesz egy praxist Budapesten. Na, hogy mi lesz? Hát most mondom, mivel a praxisok még nála lesz, neki a kötelessége helyettesítésről, ami most is folyik. Hát most doktor úr nem mondta, de minden orvos, ugye nem mondják az orvosok, minden orvosnak van 3-4 helyettesítő hivatalosan bejelentve az ANTS-nél. És a doktornak is be van doktor úr is, a gádorosi gyermekorvos, több orvos be van adva. Jó, jó, akkor legyen 2, de lényeg az, hogy van helyettesítő, ami működik most is. Hát a doktornő külföldön ma nem rendel, és közben folyik a gyermekellátás. Ugyanez folyni fog november 1 után is. Úgyhogy nem értem, hogy miért kéne nekünk olyan... Most én hülye vagyok, hogy én, figyeljetek, szavazzon mindenki. Figyelj, én politikai kérdést csinálok belőle. Ha most a testület nem jó döntést hoz, én leszek a legjobb helyzetben, hogy mondhatom. Hát kérem, nem szavaz, de megmondtam, hogy figyeljetek oda. Nem az én hatáskörem, itt. Meg mondjam, hát nem én vagyok a polgármester, bocsássatok meg, hogy én járjak után dolgoknak. Én bementem az ANTS-hez, ott mondták, hogy nagy úr, képviselő, mert mondtam a képviselők, mi elfogadjuk, amit a testület megszavaz, mi elfogadjuk. Mert nem mi viseljük a következményt, hanem egyszerűen a testület fogja. Őknek nincs joguk elbírálni, hogy a testület jogosan döntött, vagy annak lesz-e jogi követelmény, meg anyagi, meg elkölcsi. Ezt mondta a nő, de tudja mit, nagy úr? Itt egy cím, hívja fel Budapesten, ez praxis jogász, beszéljen azzal, és akkor próbálja meg a testületet önmaga befolyásolni. Hát én ezért ülök itten, itt vannak a papírok, hát én tényleg felhívtam, beszélgettem vele, hát itt van doktor úr, ezzel az úrral beszéltem. Ott a telefonszám is. És ez a praxis jogász Budapesten van, ő mondta, hogy nyugodtan hivatkozzak rá, igaz, hogy mivel ő nem a délalföldi régióban lakik, hivatalosan Szegeden a régióban is van egy ugyanilyen beosztású ember, azt kéne nekem megkeresni, és azzal kéne kommunikálni. Doktor Nagy Ágnes. Jó, na. És innentől kezdve, hát én úgy voltam, megpróbálom testület figyelmét fölhívni, hogyha lehet, én szerintem a járhatót az volna a doktornőt, bármi áron, igenis, ahogy a többi kollega bemegy, összekéne, üljenek, beszéljék meg, mert én is azt mondom, elsősorban itt a legfontosabb a nagyszerzsi gyermekek ellátása. És másik az, hogy nekem mindenki azt mondja az ANTS, hogy nem igaz, hogy szerencsés, hogy mi egy élő körzetet meg akarunk szüntetni. Hát de... De állj meg, de állandóan arról szól, hogy 3 vegyes között hozunk létre. Hát értsétek már meg, nem erről van szó. Hát örüljünk neki egyáltalán, hogy Magyarország milyen helyzetben van gyermekorvosok. És még figyeljetek, most sem biztos, hogy nem tudja eladni. És mi van, ha eladja? És amúgy 650 gyerek körül van, annyi kártyapénz van. Már ezt is utána néztem. Na. Úgyhogy nem babra megy itt a játék, de hidd el, polgármester úr, szerintem én neked volnék, én megkeresném, mindegy, az, hogy most személyesen van-e valami köztetek, vagy nincsen, vagy mit tudom én, vagy ellenvetés, de meg kéne beszélni, mert ennek, ha most megszavazátok, én mondom, nem meg fogok szavazni, ennek olyan súlyos következménye lesz, hogy ez valaki ki fogja fizetni. És erről én nem akarok belemenni, mert ne arüljatok, de annak a 10 milliónak is súlyos, több helye lesz az életben. Na. Nem tudok többet mondani. Mert befogja bizony, hát doktor, mit gondolsz, 2 milliót fog kapni? Ha a praxis kivesszük alóla.
A doktor is mondta, hogy ez nem így működik, itt milliókról van szó. Hát azért, mert... Hát nem, azt mondta, hogy a praxis óta megfelebezi, meg fogja több, mint valószínűleg nyerni. Ha praxis, de valami is nem... Összegről nem volt szó. Összegről nem? Én mondom, hát álljatok meg! Na de álljatok meg! Hát akkor számoljunk gyorsan, egyszerű józan parasztészel. Hát a 750 ezer körül van a kártyapénz havonta, hát akkor miért olyan nagy sokat a 10 millió? Hát nem is olyan sok, még lehet, hogy több is lesz, mint 10 millió. Hát nem is 700 ezer lesz. Tisztelt képviselőtestület! Magyarországon 180-200 házi orvosi, házi gyermekorvosi állás betöltetlen. Számtalan olyan van, ami réges-rég nincs jó szó praxis jogról, mert az nincs is. Az önkormányzaté a praxis, az önkormányzat lakással, egyebekkel, és nincs orvos, könyörgöm. Tehát itt ne csináljunk úgy, mint hogyha itt most sorba fognak állni november 1-e után a gyerekkorosok, mert ez nem igaz. Hát itt van Gádoros nyár, több mint két éve nem bírják betölteni. Na most ott is ugye egyrészt az a körzet ugye leamortizálódott, most a lakást felújítják, másrészt való igaz, hogy sem az önkormányzatnak, sem a kollégának nem volt érdeke, hogy betöltsék, mert hogyha betöltötték volna, akkor az önkormányzatnak kellett volna, hogy egy közalkalmazotti orvost, egy közalkalmazotti asszisztens takarítónőt plusz a rendelőnek a dologi kiadásait fedezni. A Gádorosi önkormányzatnak bizony, hogy ez évi 15-20 millió pluszot jelentett. Na de volt ott érdeklődő. Na most megmondták neki, hogy 500 valahány kártya van az üres körzetben, és ja kérem, van itt még 200 cigány is. Abban a pillanatban megköszönte a kollega a tájékoztatást, és lelécelt. Szóval tehát itt értsünk már szót, rettenetes nagy hiány van. Valamelyik újságban, én nem olvastam, de betegek mondták nekem, hogy azt hiszem Békés megyeibe jelentnek, hogy a Békés megyeibe dolgozó házi orvosoknak, nem tudom, tehát 60% a nyugdíjkorhatáron fölül van, de az biztos, hogy 5 éven belül kb. 80%-a. Saját asszisztenciám azzal dicsért engemet, hogy van két 80 fölötti házi orvos is, és hát ez nagyszerű. Tehát szóval azért vigyázzunk itt, mi mondhatunk, amit akarunk, csak nem, meg jó van, hogy jutkálja a praxis jog, csak nem lesz itt ilyen tolongás. Hát mondom, hogy Oroszlánnál sincs betöltve a gyerek között. Egyébként meg Nyugat-Európa legtöbb országában nincs is gyerekorvos. Ez egyébként a magyar egészségügyi vezetésben is fölmerült a 90-es években, csak kicsit erősnek bizonyult a gyerek lobby. Nem utolsó sorba Erdélybe áttelepült gyerekorvosok miatt. Ez így van, higgyék el. Na, köszönöm. Köszönöm szépen. Parancsolj. Én nem azt mondtam, hogy egyáltalán nem járható ez az út, csak szerintem túl gyorsan megyünk. Én azt mondom, amit Sós doktor is, meg jegyző úr is, hogy szerintem meg kell várjuk, hogy a doktorinak lejárjon a mandátuma, így mondom, vagy jogosítványa, és utána. Most ez például ez, amit most itt fölvetett itt polgármester úr, ez körülbelül jövő ősszel volna aktuális, márciusban, mert április végén jár neki. Na akkor már lehet kérdezni, hogy doktornő, hogy állsz a praxissal? Hát elnézést, de Sós doktor is nem az utolsó pillanatban szaladt be ide egy orvossal? Hát senki nem tudta, hogy itt, ide jöttünk egy papírt, ide tettek el, hogy szavazzuk, döntsük, mert ő el. Hát ugyanez a doktornőnek is megadatik. Nem az a bajom, hogy most lesz gyermekorvos, nem lesz gyermek, hanem az, hogy a doktornőnek, ha most magyarán van, durván alávágunk, ez nagyon sokba fog nekünk kerülni. És most mondjam, lehet, hogy pont a doktor ezt is várja. Nem tudom. Nem kell eladja a jogszót, majd fizet az önkormányzat. Persze az adófizető pénziből. Úgyhogy utána áprilisban a doktor meg lesz az oldva. Úgyhogy nem probléma, mert valaki úgyis, ha más nem, ti elvállaljátok. Gondolom, ha most vállalnátok, elvállaljátok ti áprilisban is. Nehogy azt mondod, utána majd a házorvosok nem vállalják. Akkor is pénz lesz az. Na, köszönöm.
Szóval egy kicsit elnézést kérek, de ez el van bagatelizálva így. Tehát nem erről szól, hogy most egyik orvos vagy másik orvos. Tehát ezt azért én nem vagyok orvos, de én ezt az orvosok nevében visszautasítom, hogy ez arról szól, hogy megy vagy nem megy. Itt egész egyszerűen a feladat ellátásról van szó, és azért, ha az előterjesztés sok sebből vérzik, akkor szeretném csak úgy költőjén föltenni a kérdést, nyilván választ nem várva, hogy egy egyéni vállalkozó milyen szabadságra megy el, aminek a lehető, vagy milyen felmondási időt tölt, ami után következik majd a bizonyos értékesítés joga. Tehát, hogyha ilyen tájékoztatást kaptál képviselőtársam bármely jogásztól, akkor úgy gondolom, hogy ez félrevezető és nem helytálló. De még egyszer mondom, a feladatellátási kötelezettség az, ami részünkre fennáll, és ha a képviselőtársaim nem tudnak egy olyan határozati javaslattal élni, ami más, mint ami itt van. Én más nem tudok előterjeszteni, én azt nem tudom a képviselő testület elé terjeszteni, hogy azt szavazzuk meg, hogy a képviselő testület november 1-ét követően mindaddig finanszírozza a gyermekorvosi ellátást, amíg hajlandó lesz a praxis joggal rendelkező doktornő valami fajta nyilatkozatot tenni, vagy a praxisáról tájékoztatni a képviselő testületet. Erre nincs se költségvetési keret, se szándék részemről. Legalábbis, ha én indítvány jön, természetesen megszavaztatjuk. Másik oldal, még egy apró adalék, elmegyek Pestre praxist jönni, egy orvosnak egy praxisa lehet. Több nem. Praxis jog egy lehet. Vagy Nagycénáson, vagy Budapesten, de kettő nincs. Még egy adalék ahhoz. Tehát megkérdezem, hogy van-e még kérdés ezzel kapcsolatosan, vagy vélemény. Ha nincs, akkor én csak a írásos anyagban előterjesztett határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Aki azzal egyetért, miszerint 2010. november 1-től házi orvosi és házi gyermekorvosi kötelező egészségügyi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében vegyes házi orvosi körzetet alakít ki ugyanezen időponttól 0 és 12 hónapos korú csecsemők részére külön rendszeres szakorvosi ellátást biztosít. Aki ezzel egyetért, kérem készfelmeléssel jelezze. Köszönöm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ellene? 1, tartózkodott, 2. Köszönöm szépen. És akkor ennek a folyamodványa, ugye a rendelet módosítás, ami ugyanezt foglalja magába, ugye nyilván egy határoztunk arra, hogy átalakítva lesz, de ezzel párhuzamosan akkor a helyi rendeletet is módosítani szükséges, ugyanilyen tartalommal, ott felsorolva nyilván a körzeteket is. Ezzel kapcsolatosan van a kérdés? Ha nincs, akkor aki a rendelet módosítással egyetért, azt kérem készfelméssel jelezze. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ellene? Tartózkodás? 2. Akkor így a rendelet módosítást nem fogadta el a képviselőtestület. Mert 7, igen. Mivel minősített többségről van szó. Akkor jelen állapotban van egy határozatunk, ami november 1-től vegyes körzetté alakítja. Akkor a rendelet módosítás nincs elfogadva, egyelőre passz. Ennyi. Jó. Következő napirendi pontunk. A hetes írásos bejelentés 2010 évi költségvetési rendelet módosítása. Költségvetés módosítást a pénzügyi bizottság tárgyalta. Megkérem a pénzügyi bizottság elnök asszonyát, tájékoztassa a képviselőtársakat. Tisztelt képviselőtestület! A pénzügyi bizottság megtárgyalta a 2010. évi költségvetés módosítását, és egyhangulag elfogadásra javasolja a képviselőtestület felé. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény. Ha nincs, aki egyetért a költségvetési rendelet módosításával, kérem készfelmeléssel jelezze. Köszönöm. Ellenvélemény. Nem volt tartózkodás. Nem volt.
Következő bejelentés a vízművek önköltség számítása. Ez ugye az írásos anyagból kiderül, hogy a vízművek közgyűlési már elfogadta, csak minden testületnek az áldását kell adni erre az önköltség számítási módosítással. Ez ahogyan az előterjesztésben szerepel, ez a tényeknek megfelelő és igazságosabb önköltség számítási alapot szentesíti ezzel a képviselő testület a vízfelhasználással vagy vízfelhasználásnak megfelelően. Pénzügyi bizottság ezt is tárgyalta, kérem a képviselőt asszony tájékoztassa. Tisztelt képviselőtestület, a pénzügyi bizottság megtárgyalta és egyhangulag elfogadásra javasolta az önköltség számítási szabályzat módosítását. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ezzel kapcsolatosan kérdés, vélemény. Ha nincs, aki egyetért az önköltség számítással kapcsolatos határozati javaslata, kérem kész felmeléssel jelezze. Köszönöm. Ellenvélemény nem volt, tartózkodás nem volt. Jelentés a lejárt határidejű határozatokról. Következő napi rendi pontunk. Pillanat, mindjárt oda. Igen, tehát az első a létszámcsökkentéssel kapcsolatos kérdéskör, az ugye július 1-től egyfő köztisztviselő prémium évek program keretén belül van foglalkoztatva, tehát gyakorlatilag a létszámcsökkentés megtörtént. A következő a Gyoma Endrődi üdülővel kapcsolatos kérdéskör. Itt elküldtük a testületi határozatot a Gesztor önkormányzatnak, azonban még nem érkezett vissza a szerződés. A 58/2010-es a folyamatos házi orvosi egészségügyi alapellátás biztosítására hozott döntés, nevezetesen itt a dr. Sós és társa házi orvosi betéti társaság, illetve a dr. Balázs Sándor közötti adásvétel kapcsán a szükséges egyeztetés megtörtént, és 2010. július 31 napjával közös megegyezéssel megszüntettük a feladatellátási megállapodást a Sós doktor úrral. És azonos időponttal természetesen a Balázs Sándor az, akivel megköttetett a feladatellátási megállapodás. A 69/70/71/2010-es számú határozat a Művelődési Ház és Könyvtár igazgatói állására kiírt pályázatról szóló döntés. Itt is erről ugye a jelen képviselőtestületülés 4-es számú bejelentése is már tartalmazta az erre vonatkozó döntést. A következő a helyi média kérdésköre, ez is a 5-ös számú bejelentésben már most tárgyalt a képviselőtestület, majd a 74-75-76-77-78-as határozat, ami a Művelődési Ház és Közpark kialakításával kapcsolatos kiírt közbeszerzési eljárásról szóló döntés eredményéről szól. Ugye az érintettek megkapták az értesítést, és ennek megfelelően az Iványi Kft.-vel a beruházásra a szerződés 2010. július 27-én megkötésre került. És a szerződésnek megfelelően, ahogyan mindannyian láttuk, a munkálatokhoz hozzá is fogtak. Kérdés, vélemény. Van-e? Parancsolat. Tisztelt polgármester úr, jelenlevők. Nekem egy olyan kérdésem lenne, hogy a Balázs doktor, már az orvosokról van szó, miért nem kezdte meg a rendelését, és mikor fogja megkezdeni? Egy óvatlan pillanat, vagy bejelentette, hogy mikor tud jönni? Másik nincs most, nem húzom az időt. Jó, a Balázs doktor, a hivatalos magyarázat az, hogy a szolgálati lakást nem tudta elfoglalni. Ezt a szolgálati lakás kérdését, ezt már áttárgyaltuk jó néhányszor. Tehát ő kizárólag a Hudák tér lakásba hajlandó beköltözni, ahol még ugye folynak az átadás átvételi munkái. Ezért egy hónapos helyettesítéssel indította a praxisát.
Tehát gyakorlatilag működik, dolgozik, csak most helyettesítéssel kezdett. Emberi számítás szerint szeptember 1-től személyesen meg fog jelenni a rendelőben, és rendelni fog, reméljük. Tehát erről ennyit tudok nyilatkozni, parancsoljon. Ez ügyben szerettem volna én is szót kérni. Hát engem, megmondom őszintén, ez a Balázs doktor úr Szegedről fölhívott személyesen. Kicsit csodálkoztam is annak ellenére, hogy mikor beiktatása történt, vagy az átadás, hogy én voltam egyedül, aki egy kicsit negatívan szóltam, hogy most miről szavazunk. Hát a Balázs doktor úr fölhívott telefonon, hosszasan beszélgettem vele. Hát nem tudom, hogy miért hívnak engem, de tényleg hívnak. És akkor megmondom őszintén, hogy én szeretném is a Balázs doktor úr, amit nekem elmondott dolgokat. Tulajdonképpen, ha a testület visszagondol, mi kaptunk egy előterjesztést, amit annak idején gondolom mindenki elolvasott, én is, de abban az előterjesztésben sok minden nem volt benne. Benne volt ilyen alapdolgok, meg hogy Sós doktor úr mit akar, átadja, meg joga van, meg mit nem. Sőt, akkor beszéltünk, még ma egyszer elhangzott a kis doktornőnél is, hogy praxis jogot az önkormányzat. Nem. A praxis jog egyedül az az orvosé. Nem, az önkormányzat a kötelező alapfeladat ellátás. De a praxis jog az önkormányzat, az évvelem semmi köze. És akkor ez a kis doktor, vagy a Balázs doktor megkért engem tulajdonképpen, hogy itt a testület ülésemben nem tud eljönni, hogy kérdezzek már rá, hogy jó lenne, hogyha itt a testületi tagok hallanánk arról, hogy hat szem közt mit beszéltek. Mert nekem ő azt mondta, hogy alpolgármestert szólítsam, meg is szólítom akkor az alpolgármestert, hogy alpolgármester, mivel én nem voltam ott, meg gondolom sokan nem voltunk ott, hogy alpolgármester, mondja már meg őszintén, mert azt mondja, hogy most a polgármester elmondta, hogy van itt egy szolgálati lakás, azt a közül van egy kis bonyodalom, ennyi. És akkor közben elnézést, hát itt miről szólt az előbb a fáma? Hát nekünk a gyerekekről gondoskodunk, hogy bármi áron. Most érdekes, nem számít, hogy az orvos, aki most jött volna, az már egy hónap csúszással van. Doktor itt mellettem mondta, hogy talán jön. Még az sem, ez szerint, ha orvosra hallgatok, még az is lehet, hogy nem is jön a jövő hónap, nem biztos, csak úgy legyen, jöjjön. Hát azért kérdezem, hogy egyik szavunkban nagyon fontos a feladat alapellátás, a másik szavunkban már nem is olyan fontos, úgyhogy alpolgármester, ne haragudj. Engem Balázs doktor úr erre megkért, én megígértem neki, meg foglak szólítani, hogy légy szíves, mondd már nekem konkrétan, hogy a papíron kívül, mert nekünk nem volt leírva, hogy miről van itt szó a ti esetetekben. Mert én csak azt látom, hogy nagy színáson sok embernek kötelező orvosi ellátás feladata. Köszönöm. Tisztelt képviselő. Bocsáss meg, mielőtt, hát azért ne haruljatok, ha most egy hónap olyan nagy idő, hogy doktor úr, hány ember most emiatt lehet, hogy el fog menni a kártyájával a Sós doktor úrtól, vagy a Balázs doktor úrtól, mert nem is tudják az emberek, hogy a szakasztisztes, mit mondott Balázs doktor itt, mikor itt volt? Nem azt mondta, hogy a szakasztisztes átveszi? Hogy ilyen kitűnő, olyan kitűnő, ugye most doktor úr bejelentette, hogy már az is, ott is változás van, változás lesz a kártyák. És igenis a Balázs doktornak nem mindegy, hogy hány, mikor időjön mondjuk szeptember 1-én, hogy hány kártya fog hozzákerülni. Tisztelt képviselőtestület, azt, hogy ki mit mond, hogy mondja, mit telefonál, hogy telefonál, mennyi ideig telefonál, kinek mondja, miért mondja, hogy kerül vissza, ezek a mesebirodalmába és az asszonyák birodalmába tartozik. Egy konkrét dolgot, anélkül, hogy szakmai vagy etikai dolgot sértenék, illetve hogy etikátlanul viselkednék. Egy dolgot bizton mondhatok, föltételezem, hogy a Balázs doktor úr ilyesmire kérdezhetett nálad. Című projekt résztvevőit, aki nagyon fontos szerepet
amiért most itt vagyunk, az egy olyan fontos és különösen fontos esemény, amely a régóta a szennyvíz elvezetés és tisztítása a küszködő településünknek egy nagyon fontos állomása, hisz a első körön így módon túljutottunk, ami úgy gondolom, hogy több-kevesebb baj a problémával, időközbeni megoldandó feladatokkal ugyan, de mégis a határidőket betartva a feladatokat elláttuk, gyakorlatilag készen áll a projekt arra, hogy most már a megvalósítási szakban érjen, és ez azért a lakosság számára is ugye azt fogja jelenteni, hogy most már szemmel láthatóan is elkezdődik az a bizonyos szennyvíz beruházás. Meg kell mondjam, hogy vannak ilyen-olyan vélemények azért a településen ezzel a szennyvízzel kapcsolatosan, szennyvízelvezetéssel kapcsolatosan, mégis érezhető módon nap mint nap fokozódik az a kívánalom, hogy nap vajon mikor indul meg ez a beruházás, és úgy gondolom, hogy ezzel a mai nappal egyrészt be tudjuk mutatni most széleskörűen a televízión keresztül a lakosság számára is, hogy végső soron mi is volt az 58 millió forint, amit erre költöttünk. Természetesen a támogatással egyrészt miért költöttük, másrésztről pedig mi a következő lépés, ami már valóban a kivitelezési szakot foglalja majd magában. Én nem kívánom hosszabbra nyújtani és az időt húzni. Átadnám azokat a projektmenedzsernek, és akkor ő megtartaná a prezentációt, amiben is taglalja a eddigi eseményeket, illetve az első fordulóban történt munkálatoknak a menetét. Köszönöm szépen. Tiszteltel köszöntök mindenkit. Balogh Mártonnak hívnak, és projektmenedzsment feladatok ellátásáért felelős szervezet képviseltével szeretném, ahogy a polgármester úr is elmondta, röviden összefoglalni azt, hogy mi is történt itt a szennyvízberuházás előkészítési szakaszában. Előre elnézést kérek a hangomért, allergiás vagyok és kicsit orrhangom van. Az előadás keretében szeretném röviden összefoglalni az előzményeket, a projektnek azokat a fontosabb adatait, amik jellemezték ezt az elmúlt másfél évet. Bemutatni a közreműködő szervezeteket, és nem utolsó sorban kitekintést mondani arra, hogy a második fordulós pályázatban mi az, ami megnyújtásra került, és mi az, amit meg szeretne valósítani az önkormányzat. Ahogy a polgármester úr is elmondta, a Nagyszínes Nagyközség önkormányzata döntött arról már korábban, hogy a jelenlegi szennyvíz csatorna hálózatot tovább bővíti, illetve a meglévő szennyvíztelepet fejleszteni fogja. A fejlesztés során egy olyan elképzeléssel kellett szemben nézni, ami a megnövekedett szennyvízmennyiség tisztítására alkalmas, így összeállította előzetesen azt a megvalósíthatósági tanulmányt, amit a Környezet és Energia Operatív Program keretében meghirdetett szennyvízelvezetés és tisztítás kétfordulós pályázati konstrukcióra benyújtani kívánt. A megvalósíthatósági tanulmányon kívül természetesen elkészítette mindazon dokumentációkat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy a pályázati anyag formai és tartalmi szempontból megfeleljen a ezt bíráló szervezetnek. Mint említettem, kétfordulós pályázati konstrukcióban kívánja az önkormányzat támogatást megszerezni. Az első fordulóban az előkészítési munkákra ennek költségeire kívánt támogatást igényelni, míg a második fordulóban a jelenleg üzemelő eleven éjszakos műtrágyaoxidációs felületi levegőztetéssel üzemelő 165 köbméter napi kapacitású szennyvíztelepnek a fejlesztésére kíván támogatást kérni, itt egy új szennyvíztisztító telepet kíván létrehozni az önkormányzat. Ez egy úgynevezett SBR elevenészakos technológiával üzemelne.
Ennek a napi kapacitása 530 köbméter lenne, és ebből 30 köbméter szippantot szennyvizet tudja ez a telep feldolgozni. A jelenlegi szennyvízhálózatról nagyon röviden annyit mondanék, hogy a közel 2500 lakó, illetve egyéb ingatlanból 11% van jelenleg csatornahálózatra kötve, ez 273 darab bekötéssel számolnak jelenleg. Ezt a hálózatot kívánják bővíteni, mégpedig aképpen, hogy a második forduló megvalósulását, a második fordulóban bemutatott projekt megvalósulását követően a fenntartási időszak végéig 93% legyen a rákötések aránya, hogyha ezt számszerűsíteni akarom, ez közel 2000 új rákötést eredményezne a településen. Itt láthatják azokat a paramétereket, amik jellemzik azt a csatornahálózatot, amit megvalósítani kívánnak, amit kiépíteni kívánnak. Ez összességében 61 km hosszú vezetéket jelent, ebből a gerincvezeték az 32.000 méter. Az első fordulós pályázati anyagot az önkormányzat 2008 júniusában nyújtotta be a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóságához. A pályázat elkészítéséhez segítséget nyújtotta a Gressing területfejlesztési és mérnökiről a Kft., akik megbízási szerződés alapján segítették az önkormányzatot ahhoz, hogy megfelelő minőségű pályázati anyagot tudjuk beadni az első fordulóra. Itt már említettem az előzetes megvalósíthatósági tanulmány, illetve a további dokumentációk elkészítésében működtek közre a Gressing Kft.-nek a szakemberei. A pályázat értékelése 2008 őszén történt. Az irányító hatósága ennek az operatív programnak, illetve a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség a igényelt támogatást 2008. október 6-án adta jóvá, így ekkor született döntés a támogatásról. Az önkormányzat és a támogató képviseletében eljáró fejlesztési igazgatóság között 2008. november 20-án kötöttek meg az a támogatási szerződés, amely lehetőséget nyújtott arra, hogy az előkészítési munkák nettó összköltségért mintegy 68.320.000 forintot támogatásból és saját forrásból megvalósítsa az önkormányzat. Mint láthatják a dián, 85%-os mértékű volt a támogatás, 15%-os saját forrást kellett, 15% mértékű saját forrást kellett emellé állítani, és ezen kívül az önkormányzatnak kellett megfinanszírozni a jelentkező embert is. Ezek voltak azok a munkák, amik lebonyolításra, illetve megvalósításra kerültek az előkészítési szakaszban. Így elsősorban a közbeszerzési eljárásokat kellett lefolytatni az önkormányzatnak. Ehhez hivatalos közbeszerzési tanácsadót vett igénybe. Másodszorban azt a projektmenedzsment feladatot kellett ellátni egy külső szakértő cég segítségével, amely irányította a projektet és biztosította azt, hogy a megfelelő időben és módon történjenek azok a tevékenységek a végrehajtása, amely a mai nap most már sikerként élhetünk meg, és azt mondhatjuk, hogy ellátta, jól ellátta a feladatot. Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása az Európai Uniós pályázatok mentén kötelező, ehhez volt szükség segítsége az önkormányzatnak, illetve a legfontosabb az a tervezési dokumentumok elkészítése, így a vízjogi engedélyek, az előzetes vizsgálati dokumentáció és egyéb terveknek a elkészítése és engedélyeztetése volt még beépítve az előkészítési munkák közé. Továbbá a második fordulós pályázati anyag összeállításához nélkülözhetetlen részletes megvalósíthatósági tanulmány és költséghaszonelemzés kellett elkészíteni az önkormányzatnak. Ez épült arra az előzetes megvalósíthatósági tanulmányra, amit az első fordulóban benyújtottak. Ezen kívül természetesen itt is volt olyan pályázati dokumentáció, amit még
produkálni kellett ahhoz, hogy a második fordulóra be tudjon mutatni az önkormányzat a pályázatát. A diák utolsóként kiemelte azokat a horizontális célokat, amelyeket az első fordulóban vállalt az önkormányzat, és ezeknek a teljesítését is biztosítania kellett az elmúlt időszakban. A közbeszerzési eljárások lebonyolítására, amit említettem, hivatalos közbeszerzési tanácsadót választott ki az önkormányzat. Ez egy egyszerű hirdetmény nélküli eljárás keretében történt meg. Elsőként a vállalkozók közül belekötött szerződést az önkormányzat 2008. november 20-án. A nyertes ajánlattevő a Vita Petrik és társai ügyvéddíjra volt. A projektmenedzsment feladatok ellátására közbeszerzési értékhatár alatti három árajánlat kérés keretében a Blessing területfejlesztési és mérnök iroda Kft. Kiválasztva 2008. december 16-án vele is megkötötte a szerződést az önkormányzat. A tájékoztatás és nyilvánosság kapcsán az Unióver mérnöki szolgáltató vezető társaság lett kiválasztva. Ezzel a szervezettel 2009. januárjában kötött szerződést az önkormányzat, és mint említettem, a legnagyobb munkára, tervezési dokumentumok elkészítésére, így a kiviteli terv készítésére a közbeszerzési törvény értelmében egy általános egyszerű eljárást folytatott be az önkormányzat a tanácsadó segítségével, és az UTB Environment Kft. Került kiválasztásra 2009. augusztus 18-án kötötte meg vele az önkormányzat a szerződést. Miután megkötött az önkormányzat az előbb említett céggel a szerződést, az azt követő jogszabályi változások miatt, amelyek nagyban érintették a projekttel kapcsolatos engedélyezési eljárást, egy úgynevezett előzetes vizsgálati dokumentáció készítésére volt kötelezve az önkormányzat, így nem tervezett feladatként, de végrehajtandó feladatként meg kellett, hogy oldja ezt is. Erre három árajánlat kérés keretében történt meg a kiválasztás, és szintén az UTB Environment Kft. Került kiválasztásra. Október 22-én sikerült vele megkötni azt a szerződést, amely alapján ez a cég elkészítette az előzetes vizsgálati dokumentációt. A részletes megvalósíthatósági tanulmányt és költséghaszonelemzést már a projekt elején kiválasztotta az erre alkalmas vállalkozó az önkormányzat. Ez egy hirdetmény nélküli eljárás keretében történt. Szintén a Gresszink területfejlesztés és mérnök iroda Kft.-re a nyertes ajánlattevő 2009. január 25-én megkötetett vele is a megbízási szerződést. Röviden próbáltam összefoglalni azokat a dokumentumokat, amik elkészültek a előkészítési szakaszban. Rögtön az elején egy projektalapító dokumentumot készített az önkormányzat, amelyben pontosan meghatározták azokat a feladatköröket, azokat a időpontokat, felelősségeket, stb. Jellemzőit a projektnek, amelyet tartva tudja végrehajtani sikeresen az önkormányzat az első fordulóban.